Elismerte a momentum, hogy a Brüsszelből irányított lengyelországi kormánybuktatás receptjét alkalmazna Magyarországon is. Ellemzők szerint a néppárt jelenlegi kiszemeltje a kormánybuktatáshoz Magyar Péter, ami egyben egy lehetséges momentum Tiszapárt Szövetség körvonalazódását vetíti előre. A témát Boldizsár Kata folytatja vendégünkkel. Jó reggelt kívánok, és jó reggelt a nézőknek is, Palóc Andrénak is, aki a Század Közéleti Tudás Központ Alapítványi Vezető Elemzője. Szép jó gyeregelt. reggelt. Köszöntöm a nézőket. Elég összetett a téma, úgyhogy kezdjünk is bele rögtön, akkor kapaszkodjunk bele abba a Fákó felső mondatába, hogy hogyan értékeli a Momentumnak ezt a fajta kielentését, hogy a lengyel kormány buktatásának a receptjét használná vagy alkalmazná itt Magyarországon is. Rögtön két dologra lehet itt szerintem gondolni. Az egyik az az, hogy a momentum most már hát régóta, a arról híres, hogy mindenféle eszköztől nem riadnak vissza, ha arról van szó, hogy a kormányt kell támadni. Ugye a korábbi pártelnöküket jogerősen elítélték, felfüggesztett börtönbüntetés kapott, ugye. Itt azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen számukra az ilyen típusú megoldások nem először kerülnek szóba. És egy másik dolog is politikai értemben szerintem fontos, hogy Momentum is arra az ellenzéki pártélet vagy pártútra lépett, amely életszakasz arról szól, hogy egy másik pártra érdemes ráakaszkodni, mert a támogatatsága elfogy egy pártnak, egy ilyen kisebb pártnak. Ugye korábban a párbeszédnél, az MSZP-nél láttuk ezt, amikor rákaszkodtak annak idején a DK-ra, de azért ez időr időről idő szokott fordulni, hogy amikor egy ellenzéki párt kellően kicsi lesz ahhoz, kellően kevesen támogatják, ugye az ep választáson láthattuk, hogy a Momentum Mekkora kudarcot valott, akkor megpróbálnak valaki másra rákapaszkodva, mondjuk úgy, hogy garantálni az ő saját politikai túlélésüket. Mondjuk is ki, hogy a Tiszapártra próbálnak most, ahogy ön fogalmazott, rákapaszkodni. Hogyha összejön ez az összefogás Igen. a Momentum és a Tiszapárt között, akkor, akkor ez milyen hatással lehet majd a hazai politikai helyzetre? Úgy nagyon érdekes, mert a Tiszapártnál meg azt látjuk, hogy sok tekintetben, bár megpróbálnak a szavak szintjén legalábbis távolságot tartani, azért mégiscsak, hogyha megnézzük, hogy hogyan támadják a kormányzatot, vagy milyen mondjuk úgy, politikai szövetségeket kötnek, a egyértelműen Magyarország ellen beszélnek az Európa Parlamentben, ugye korábban momentumosok, és most is úgy tűnik, hogy a Tiszapárt is azzal a néppárttal működik együtt, amely nyíltan támadja hazánkat. Szóval, ha ezeket a párhuzamosságokat nézzük, akkor gyakorlati szinten már most is nagyon mondjuk úgy, hogy hasonlóak azok a a húrok, amelyeket megpendítenek. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból ez egy érdekes mondjuk úgy, együttműködés lehet, mert hogy logikailag, vagy legalábbis gondolatilag már most is nagyon egyezik az, amit képviselt korábban a Momentum az Európai Parlamentben, és amit eddig láthattunk a Tisza Pártól. Hogyha már említette az Európai Néppártot és a Tisza pártot is annak kapcsolatát, akkor mi lehet annak az oka, hogy, hogy az Európai Néppárt álláspontjára támaszkodik a tiszapárt? Ennek ugye több oka lehet, az egyik az az, hogy nem alakítottak ki saját álláspontot, ugye erről beszélt is tarzolt egy interjúban, hogy ő tulajdonképpen bizonyos kérdésekben nem is rendelkezik önálló gondolatokkal, ezt nem én mondom, maga az EP képviselő mondta ezt egy kérdés adott válaszban. És a másik része pedig az, hogy úgy tűnik, hogy van egyfajta, mondjuk úgy, hogy ő is beszélt erről, vagy utalt rá szintén egy, ebben az interjúban, hogy van egyfajta, mondjuk úgy, hogy elvárás, amit ők is éreznek azzal kapcsolatban, hogy van egy megerőlegezett bizalom feléjük az Európai Néppárt részéről, és ennek ők próbálnak megfelelni, utalt rá szintén, hogy például arra a részre, amikor a személyesen a magyar miniszterelnököt támadta, ugye Manfred Weber, azzal kapcsolatban ők kvázi segítséget nyújtottak, mondjuk úgy, hogy felkészítették a néppárti társaikat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt a támadást megvostani ott a felszólásokban. Tehát nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit mondjuk úgy, hogy van egyfajta politikai számítás is a mögött, hogy ha ők segítenek ebben, akkor a néppárti mondjuk úgy, hogy többsége az Európa Parlamentben, meg egyéb helyeken abban tud segíteni, hogy jobban támadják a hazai kormányzatot kintről. Hogyha már támadásról beszélünk meg a néppártról, akkor Igen. fontos most azt megemlíteni, hogy ugye az elmúlt hetekben a néppárt a közösségi oldalán támadta a magyar miniszterelnököt az azominózus time to go kiírásával. Most azonban egy újabb támadást intéztek, méghozzá éleszük újra Magyarország európai jövőjét. Ez, ez az üzenet került ki az X-re. Hogyan reagálhat erre a... A, a magyar kormány, és egyáltalán miért folyamodnak ezekhez a támadásokhoz? Ja, nagyon fontos, hogy ez nem új keletű dolog felidézni, bár tudom, hogy régen volt, de annak idején Manfred Weber még egy kérdésre válaszul mondta annak idén, mikor megszavazta a hetes cikkely szerinti eljárást, hogy ő nem a magyar kormányzatot, nem Orbán Viktor, ő maga fogalmazott így, hanem Magyarország ellen szavazott. Most is gyakorlatilag gondolatilag ennek a folytatását látjuk, hogy van egyfajta mondjuk úgy, támadás sorozat, amiben ez egy illeszthető lépés. Szerintem, ami ebből a szempontból érdekes, hogy még mindig van egy olyan fajta mondjuk úgy elképzés az Európai Néppártban, hogy bár a magyar emberek döntöttek választáson, Többsége van a magyar kormányzatnak a parlamentben, és most is az EP választás, és a legtöbb szavazatot a kormánypártok kapták. Mégis úgy érzik, hogy ők megmondhatják, hogy Magyarországon ki legyen hatalmon, majd ki nem, kinél legyen adott esetben a kormányról. Tehát ebből a szempontból úgy érzik, mintha ők nagyobb joggal, vagy nagyobb bölcsességgel mondhatnák meg, hogy ki lenne szerintük. Megfelelő kormányzati erő. Ez egy nagyon érdekes demokrácia felfogásról tanúskodik, amúgy, és én nem gondolom, hogy ez a gyakorlatban szokott működni. De hát, ahogy a beszélgetés elején ön utalt rá, Lengyelországban is ezt a példát próbálták megkövetni, hogy kül külső, mondjuk is szereplők addig támadják a kormányzatot, amíg találnak valakit, aki országon belül is erre hajlandó, és akkor kettő együtt találkozik. Szerintem most is ez lett az elképzelés. Uh, hogy ha azt nézzük, hogy most a közösségi oldalat Igen. Uh, használja a néppárt, akkor ennek van egyébként egy üzenete, hogy egy ilyen felületen üzenget és támad? Abból a szempontból van, hogy értelmszerűen ezeken a feleteken kicsit eddig is lazább nyelvezetet meg lehetett ütni, illetőleg az, hogy mint egyfajta, mondjuk úgy, hogy lehet, hogy egy mondjuk úgy, hogy Magyarország ellenes kampányt próbálnak meg elindítani, berúgni az ajtón. Én azt gondolom, hogy a következő időszak nagyon beszédes lesz a következő őszi-téli időszak, mind a néppárt részéről, mind pedig abból a szempontból, hogy mondjuk a Tisza hogyan vélekedik és cselekszik ebben az időszakban, mert egyre inkább azt lehet majd, én azt vélem látni, a következő időszakban arra számítok, hogy egyre közelebb lesznek ezek az álláspontok, és egyre élesebben fogják kintről támadni Magyarországot és a magyar vezetést. Hogyha nézzük, kanyarodjunk vissza egy gondolat erejéig a Momentumra, ugye a Momentum támogatná a fegyverszállítást Ukrajnának, hogyan befolyásolhatja ön szerint ez Magyarország külpolitikáját? A Momentumnak a, mondjuk úgy, hogy amúgy a jelentőség, hogy az Európa Parlamentben már nincs meg, tehát hogy mondjuk úgy, hogy számukra most különösen érdekes helyzet, hogy tudnak el még mindig látszódni. Én azt gondolom, hogy a magyar külpolitikát amúgy, és a magyar politikát amúgy nem igazán tudták eddig sem az ilyen jellegű követelések, vagy befolyási kísérletek támogatni. Pont arról van szó, hogy a szuverenitás érdekében a magyar kormányzat minden alkalommal teljesen mindegy, hogy kritika európai részről, vagy éppen belpolitikában valakitől érkezik, világosan tartják azt az irányt, amit a háború kitörés óta képviselnek. Én ebben nem látok kockázatot, de ha arra utal, a kísérletek továbbra is valószínűleg lesznek, hogy ezt befolyásolják. Köszönöm, hogy ezeket elmondta nekünk, Palóczi André, köszönöm, hogy elfogadta. Köszönöm a megkívást.